szakmai szemmel a magyar csapatjátékában mi volt az a legjobb dolog, amit mindenképpen ki kell emelni, mert sokat léptünk előre? Én gondolom, a játék minden négy elemében előre tudtunk lépni. Amit kiemelnék mindenképpen az, hogy jóval fegyelmezettebb volt a csapat, mint az elmúlt világversenyeken, vagy az elmúlt időszakban, ugye két évig nem voltunk sajnos világversenyen. Jóval fegyelmezettebb volt a csapat, illetve azokban a kielezett helyzetekben, ami máskor ugye a fegyelmezetlenségből adódóan mindig az ellenfél javára billentette a mérleg nyelvét, az most ez úgy érzem, és úgy gondolom, és hiszem, hogy most a lányok küzdőképességéből, fegyelméből adódóan a mi javunkra billentette ezeket a kritikus időszakokat, lásd ugye itt a bronzmérkőzésen, ugye a hosszabbításban történő mérkőzés megnyerése, valamint én azt gondolom, hogy amitől féltünk, ugye a kapus teljesítményünktől, nem mintha a két kapusunk nem ütné meg az a szintet, hogy válogatott játékosok legyen, ugye Pálinger Katalin után, hogy azért egy űr tapasztalható volt, vagy mindenki attól félt, ha látjuk azért mind a két kapusunk, ugye a Kis Éva és a Herorsó és komoly mérkőzéseken tudott jó teljesítmény nyújtani, ami magabiztosságot adott a csapatnak. Valamint, amiben mindenképpen támadásról is szóljunk, itt nagyon jó forgat a szakmai stáb, a Szucsánszky-Görbic tengelyt átlövő és irányító játékban. Réde és Ós Viktória jobb átlövő játéka meglepetés volt számomra, úgymond, hiszen nemzetközi mezőnyben nem tette még le a névjegyét, most komoly teljesítmény nyújtott, és örülök, hogy a Tomorosos át tudta menteni a BL formáját erre az Európa bajnokságra. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó csapat szellemben, egy fejlődő játék struktúrában tudott a csapat dolgozni, és hát remélem, hogy ezt ki fog tartani a következő világversenyeken is. Hát egységesek voltak, és hogy nem adták fel, tehát küzdöttek, hajtottak, tehát amíg a elveszített mérkőzésen is megpróbálták a legjobbat adni, jól játszottak. És azt hiszem, hogy előre lépésre mindenképpen nevezhetjük. Jó volt a védekezés. Időszakonként igaz, hogy voltak hullámok a játékban, de hát ez két ország kivételre majdnem, hogy mindenkire el lehetett mondani. Talán úgy néz ki, hogy Kis Éva szemében találtunk egy olyan kapust, aki képes esetleg meccset nyerni. Hát volt két olyan mérkőzés, ahol Kis Éva remekülített, és a Herorsi is. Herorsinak is voltak jó részei, tehát a kapus, ez a kulcskérdés ebben a sportágban. Kicserélődött a csapat, talán védekezésben is agresszívabb, erőszakosabb lett a hatos falunk. Sajnos ebbe bele kell nyúlni, tehát ha igazán erős falat akarunk védekeztetni, akkor cserélni kell egy vagy két embert, és olyan csapatok ellen, mint a norvégok vagy a dánok, akik borzasztó ritmust futnak, indulnak, azokkal szemben ezt nehéz megcsinálni. Mi kell ahhoz, hogy mondjuk elérjünk Montenegro és Norvégia szintjére, hogy esetleg a világbajnokságon majd mondjuk őket is le tudjuk győzni? Hát nem sok hiányzott Montenegrohoz, nem sok hiányzott. Szerintem közel vagyunk, de ugyanakkor hozzánk is közel vannak. Tehát azt látni kell legalábbis, én úgy gondolom, hogy a női mezőnyben az első 8, az borzasztó erős. Tehát a románok, franciák, németek nem jutottak szóhoz az éremosztásnál. Tehát ezek is borzasztó erős csapatok. Tehát azért imádkoztam, vagy azért örülök annak, hogy négybe kerültünk, és a szerbek és a norvégok is ott voltak. Nem kell VB-selejtezőt játszani. Ha VB-selejtezőn kikapsz egy németet, egy románt, egy oroszt, borzasztó, borzasztó nehéz helyzetbe kerülhet az ember. Ez így nagyon-nagyon jól sült el az egész. Hát mindenképpen a hullámokat, a hullámvölgyeket, azokat kéne csökkenteni. Hát ott van a szakmai stábja, biztos jobban látja, vagy hogy látja. Kapus teljesítményünk ezen az Európa-bajnokságon nem volt kiemelkedő. Biztos, hogy jobban is tudnak teljesíteni a lányok ezen a poszton. Mindenben fejlődünk egyetem szóval, hogy egyszer a csapat megáll, és azt mondjuk, hogy kész a csapat, akkor onnantól kezdve a csapat már csak lefelé fog menni. Én azt gondolom, hogy a szakmai stáb annyit tud ebben tenni, hogyha a mindennapokban is be tudja csempészni azt a szellemi munkát, mint ami a válogatottban folyik. Tehát valamilyen formában jóval szorosabb kapcsolat kialakítása lenne szükség én szerintem a klubokkal. A napi munkában is jelenjen meg a válogatottnak a szellemisége, szakmaisága. Ezzel értem szerint nem bántva a klubedzőket és nem lebecsülve az ő tudásokat, hiszen a nagy többség, nagy része a munkának ott dől el.
Tehát én azt szeretném, és ami már az utánpótláson adottaknál el is tudtunk kérni, hogy mindenfajta edzőtábor előtt és mindenfajta edzőtábor után egy nagyon szoros kapcsolat van az edzők és a szövetségi edzők között, tehát hogyan érkezik be a játékos, milyen állapotban van, illetve az edzőtáborban milyen teljesítmény nyújtott, és arról egy rövid értékelésben és szoros kapcsolat kialakításában. Ekkor én úgy gondolom, hogy ott volt tudjuk őket érni. A Montenegro az egy érdekes eset, hiszen a példa jó, alkatilag a világ talán a legjobb női válogatottja, hiszen hatalmas, nagyon fizikális megjelenésük, illetve az alkatok az nőket meghazudtoló, úgymond. Viszont ott annyi a csalódás, annyi a csúsztatás a dologban, hogy egy csapatra épül. Tehát azért a Podgoricában ugye a klubedző, válogatott edző ugyanaz. Nagyon kevés játékos kerül be máshonnan, mint ugye a Podgorica, aki ugye BL győztes csapat jelenleg. Tehát jóval könnyebb a dolga a szakmai stábnak. Nálunk épp ezért mondom, hogy jobban bele kellene a szakmai munkába folyni a mindennapokba is. Ekkor talán úgy gondolom közelebb tudunk kerülni, illetve talán majd a válogatási elvek. Azért az utánpótláskor, a 92-es korosztályban, ha már az alkati megjelenésről beszéltünk, őt mindenképpen találhatunk olyan lányokat, a Planita Simonettára gondolok, 196 centis jobbátlövő, aki fel tudja majd a későbbiekben venni a versenyt a világ legjobbjaival is.